Tizedik rész. Jézus kiküldi 12 tanítványát. Magához hívta 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. A 12 apostol neve pedig ez. Az első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére András. Jakab, a Zebedeus fia, és testvére János. Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámszedő, Jakab az Alfeus fia és Taddeus, Simon a Kananeus és Júdás az Iskáriótes, aki el is árulta őt. Ezt a 12-t küldte ki Jézus, és ezt a rendelkezést adta nekik. Pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, samaritánusok városába ne menjetek be, inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek el, és hirdessétek, elközelített a mennyek országa. Gyógyítsatok meg betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se részpénzt az övetekbe, se tarisznyát az útra, se két felső ruhát, se sarut, se botot, mert méltó a munkás a kenyerére. Ha pedig egy városba vagy faluba mentek be, tudjátok meg, hogy ki méltó ott erre, és maradjatok annál, míg csak tovább nem mentek. Amikor beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét, és ha méltó rá az a ház, szálljon rá békességetek. Ha pedig nem méltó, békességetek térjen vissza rátok. Ha pedig valaki nem fogad be titeket, meg sem hallgatja szavaitokat, menjetek ki abból a házból vagy városból, még a port is verjétek le lábatokról. Bizony mondom néktek, elviselhetőbb sorsa lesz Sodoma és Gomora földjének az ítélet napján, mint annak a városnak. Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Óvakodjatok az emberektől, mert átadnak a törvényszékeknek, és megkorbácsolnak zsinagógáikban, sőt, helytartók és királyok elé hurcolnak én miattam tanúbizonyságul nekik és a pogányoknak. Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem atyátok lelke szól általatok. Akkor majd testvér a testvérét, apa a gyermekét adja halálra, gyermekek támadnak szüleik ellen, és megöletik őket, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Ha pedig üldöznek az egyik városban, meneküljetek a másikba. Bizony mondom néktek, még végig sem járjátok Izrael városait, mire eljön az emberfia. A tanítvány nem feljebb való a mesterénél, sem a szolga az uránál. Elég a tanítványnak, hogy olyanná legyen, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Ha a ház urát Belzebubnak nevezték el, mennyivel inkább háza népét. Tehát ne rettenjetek meg tőlük, mert nincs olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit a sötétségben mondok nektek, azt a világosságban mondjátok el. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gehennában. Ugye a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre atyátok tudtán kívül. Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával,
a leányt anyjával, a menyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám, és aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti életét én értem, az megtalálja azt. Aki titeket befogad, az engem fogad be, és aki engem fogad be, az azt fogadja be, aki elküldött engem. Aki befogad egy prófétát azért, mert az próféta, prófétának járó jutalmat kap. Aki pedig egy igaz embert fogad be azért, mert az igaz, igaz embernek járó jutalmat kap. Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet ad inni egynek e kicsinyek közül, mert az tanítvány, bizony mondom néktek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát. 11. rész. Keresztelő János kérdése és Jézus válasza. Amikor Jézus bevégezte a 12 tanítvány útbaigazítását, tovább ment onnan, hogy tanítson és igét hirdessen a városokban. Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik. Menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor azok elmenőben voltak, elkezdett Jézus beszélni a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába, szélingadtan átszállat látni? Ugyan miért mentetek ki, puha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. De hát miért mentetek ki, prófétát látni? Azt láttatok, sőt, mondom néktek, prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva, íme én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Bizony mondom néktek, nem támadt asszonytól születettek között nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. Keresztelő János napjaitól mostanig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni. Mert minden próféta és a törvény János idejéig prófétált. És ha akarjátok, fogadjátok el. Ő Illés, aki eljövendő volt. Akinek van füle, hallja. De kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlók azokhoz a gyermekekhez, akik a piacon ülnek és ezt kiáltják a többieknek. Furujáztunk nektek, és nem táncoltatok, siratót énekeltünk, és nem gyászoltatok. Mert eljött János, aki nem eszik, és nem is iszik, és ezt mondják, ördög van benne. Eljött az emberfia, eszik, és iszik, és ezt mondják, íme falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. De cselekedetei által nyert igazolást a bölcsesség. Jézus kárhoztatja a meg nem térő városokat. Akkor azokat a városokat, amelyekben legtöbb csodája történt, feddeni kezdte, mert nem tértek meg. Jaj neked, Korazin, jaj neked, Bétsaida, mert ha Tíruszban és Szidónban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákban és hamuban. Sőt, mondom nektek, Tírusznak és Szidónnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz levettetni. Mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benned történtek, megmaradt volna a mai napig. Sőt, mondom nektek, hogy Sodoma földjének elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint neked. Jézus hálaadása és hívó szava. Abban az időben megszólalt Jézus is ezt mondta. Magasztallak, atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől,
és felfedted a gyermekeknek. Igen, atyám, mert így láttad jónak. Az én atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.